A kis településen élők életminőségét szeretné javítani a kormány a sportparkok kialakításával. Az úgynevezett A-típusú park kiépítésére nyílt lehetőség Várongon is, a település központjában. A falu vezetősége már régóta szeretett volna egy hasonló létesítményt létrehozni. Erre már 2 éve pályáztunk erre sportparkra, akkor még nem is a Magyar Falu program keretén belül, hanem valami más sport, EMI-hez valahova, nem tudom pontosan a címet, és nem jött semmiféle értesítés. Egyszer csak megjött az értesítés, hogy megnyerték a sportparkot a Magyar Falu program keretén belül. Hát nagyon örültünk neki, mert azért az egy nagyszerű dolog, hogy kint a szabad levegőn, a falu közepén, a gyönyörű fákkal itt körben van ölelve ez a játszótér. Ez egyébként a faluházzal szemben van, de itt van a játszóterünk, és ide építettük meg ezt a sportparkot. Megvolt az, hogy milyen helye legyen, központi helye legyen, könnyen elérhető legyen, a saját nevünkön legyen az a föld, amilyen ez van, tehát azért az fontos. És nagyon örülünk neki, mert nem mondhatnám, hogy nagyon sok fiatal és idős is van ebben a faluban, már kávés a lakosság szám, de attól függetlenül nagyon fontos, hogy az emberek az egészségüket őrizzék meg, és fontos nekik a mozgás, és nem csak az, hogy kerékpározás, vagy gyaloglás, vagy éppen munka, hanem ezen kívül vannak olyan dolgok, amit hátizom erősítő gyakorlat, hasizom erősítő gyakorlat, különböző húzóckodó, tolózkodó gyakorlatokat lehet végezni, meg egyéb dolgokat. Mondjuk mi nem a legnagyobb sportparkot nyertük meg, hanem a legkisebbet, így megve, hogy hány lakoson belül mekkora, ez egy 40 négyzetméteres. De gumilappal le van fedve, nem is veszélyes, nem életveszélyes. Persze itt is azért van balesetveszély, de hogyha vigyáznak az emberek, akkor nem. Arra gondoltunk, hogy nem is tudják még az emberek fontos, hogy miket lehet itt csinálni, hogy esetleg hozunk ki egy edzőt, hogy egy 2-3-szor megmutatja, hogy milyen gyakorlatokat érdemes, vagy mit lehet itt csinálni, bár ugye a mai korszerű világban mindenkinek van okostelefonja vagy internetje, otthon is megnézi, itt le lehet tölteni különböző dolgokat erre a sportparkban, hogy milyen gyakorlatokat lehet csinálni, és a gyerekek könnyen megtanulják, azok ugye ügyesek ilyen szempontból. Itt is azért használják is a parkot, már azért többször jövök erre és látom, hogy azért jönnek, de azért még mindent nem tudnak. Hát fontos lenne, hogy elmondjuk nekik. A helyben közel 6 millió forintból megvalósuló projekttel a kormány célja, hogy a mindennapos sportolás lehetőségét minden településen lehetővé tegye, ezekkel a könnyen hozzáférhető, ingyenesen használható létesítményekkel. Várongon nem ez az egyetlen beruházás, ugyanis ismét egy újabb járdaszakasz kerül felújításra, valamint olyan gépeket nyert az önkormányzat, amelyek segítségével a közmunkaprogramban résztvevők munkáját tudják megkönnyíteni. Márciusban, vagyis már tavaly nyertünk egy LEADER pályázaton egy járdaépítésre pénzt, de ugye ősszel elmaradt, elhúzódott tavaszra, akkor amikor el akartuk kezdeni építeni, akkor pedig jött a vírus. Na de olyan helyzet volt, hogy az a cég, aki ezt csinálta, egy kaposvári cég csinálta, nem mondták, hogy ők nem vállalják el, és meg tudták csinálni. Mondjuk nem egy ilyen hosszú szakasz, a 350 méteren csináltuk meg ezt a járdaszakaszt, aztán majd még folytatjuk saját erőből, vagy a Magyar Falu programban lehet még pályázni, úgyhogy nem kész járdára, nem tudunk venni anyagot, és az önkormányzat meg saját erőből megcsinálja a járdát. Azon kívül nyertünk még egy pályázatot, aminek nagyon-nagyon örülünk, mert van egy 10 éves traktorunk, és van egy pár gépünk, de foglalkozunk mezőgazdasági dolgokkal, kertészettel főleg, amiből egész szép kis bevételünk van, és nyertünk 14,5 millió forintot gépekre, de nem csak kertészetre szólít a dolog, hanem a faluban azért vannak zöld felületek, nagyon sok helyen kell nyírni a füvet, egyéb gépeket, 4-5 darab gépet nyertünk, a lukfurótól kezdve a különböző rézsúkaszáktól, pótkocsiig, lukfurói, minden gépet nyertünk, és hát tényleg nagyon örülünk, mert ez egy 8-10 évre megoldja a Váron község helyzetét. Ugyan vannak már tényleg gépeink, mint az előbb is mondtam, de ez azért szükséges volt ahhoz, hogy tényleg minden szépen rendben legyen nyírva a fő. És kevés ember van már, hogy minden faluban egyre kevesebb a közmunkás, ezért ezekkel a gépekkel meg tudjuk ezeket a feladatokat oldani. A település évvégi programjai még képlékenyek, mondta el Brunner Dezső. A polgármester úgy véli, jobb félni, mint megijedni, ezért inkább ezúttal elhalasztják az eddig sikeres rendezvényeket a járvány miatt.